Mérnökeni Szövetség közgyűlése újra bizalmat szavazott Nátrán Rolandnak, aki így tovább folytathatja elnöki munkáját a szervezet élén. Férfi válogatottunk vereséget szenvedett hazai pályán a Vladimir Samsonovval felálló fehér oroszoktól a csapat Európa bajnokság pótselejtezőjének első mérkőzésén, míg a Szekszárd női csapata a klubcsapatok szuperligája döntőjében került nehéz helyzetbe a Linz ellen. Az adásunkban beszámolunk még a magyar sikereket hozó EGRI paraasztali teniszversenyről és az ifjúságiak és serdülők MOAC kupájáról, valamint portréműsort láthatnak Arlói Zsófiáról.